Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! A Bartók Béla 28. Nemzetközi Kórus Verseny elődöntőiből a gyermekkarok, az ifjúsági kórusok és az egynemű karok kategóriájának eredményhirdetése következik. Good afternoon, ladies and gentlemen. We start the announcement of results of semifinal of the children's choirs, the youth choirs and the equal voices. A gyermekkarok kategóriájában, az elődöntő fellépési sorrendjében a kórusok közül a döntőbe jutott. In the category of children's choirs, the following competitor has qualified for the final in the order of the appearance. Perezvoni gyermekkar, Oroszország. Concert choir Perezvoni from Russia. Lautícia, Magyarország, Debrecen. Lautícia Children's Choir from Hungary. Ifjúsági kórus, Shanghai, Kína. Shanghai Youth Choir, China, Shanghai. Az ifjúsági kórusok kategóriájában az elődöntő fellépési sorrendjében a következő kórus jutott be a döntőbe. In the category of youth choirs, the following competitor has qualified for the final in the order of appearance. Vörös Marti Leánykar Magyarország, choir of Vörös Marti Musical School from Hungary. És and Cantillon Kamarakórus, Cantillon Chamber Choir from Canada. Az egynemű karok kategóriájában, szintén az elődöntő fellépési sorrendjében a következő kórus jutott be a döntőbe. In the category of choirs of equal voices, the following choir has qualified for the final in the order of appearance. Cantemus, Moldávia. Cantemus from Moldova. És Miskolci Egyetem, Bartók Béla Zeneművészeti Intézetének női kara Magyarország, and the Bartók Béla Female Choir of Miskolc University, Hungary. Gratulálunk mindenkinek, congratulations! Holnap a döntőben, tehát mindegyik kórussal találkozunk. We will hear all the choirs in these categories in the final tomorrow. Thank you. Hamarosan folytatjuk a kamarakórusok és az énekkarok elődöntőjével. Ismételten kellemes délutánt kívánok, hölgyeim és uraim! Szeretettel köszöntök mindenkit Debrecen város önkormányzata és a Főnix rendezvény szervező non-profit Kft. Nevében is. A Bartók Béla 28. Nemzetközi Kórus Verseny elődöntőjében most a kamarakórusok és énekegyüttesek versenyeznek itt Debrecenben. Good afternoon, ladies and gentlemen. We continue the Béla Bartók 28th International Choir Competition with the semi-final of vocal ensembles and chamber choirs here in Debrecen. Már is megismerhetik a zsűrit és az első fellépőt, előtte azonban szokás szerint ezúttal is arra szeretnék kérni mindenkit, hogy mobiltelefonját lehetőség szerint némítsa le vagy kapcsolja ki, valamint, hogy tetszésüket tapsal a verseny gördülékenysége érdekében, kórusonként csupán két alkalommal fejezzék ki, az első alkalommal az első mű, a kötelező mű után, másodjára pedig a kórus műsorának legvégén. Köszönöm szépen megértésüket. In a minute, I introduce you the jury and the first competitor. Before it, as usual, I would like to ask the audience sitting in the concert hall not to forget to switch off mobile phones. And for a smooth and uninterrupted organization of the competition, you are kindly requested to applause only two times during a choir program. At first, after the compulsory, after the first song, and second, at the end of each choir's program. Thank you very much. Most pedig szeretném köszönteni és bemutatni a nemzetközi zsűri tagjait, akik a nézőtér mögött a színpaddal szemben foglalnak helyet. Now, let me welcome and introduce the members of the international jury. They are sitting behind the audience opposite the stage. A B zsűri tagjai, member of jury B. Michael Colkin, zeneszerző, Amerikai Egyesült Államok, composer, United States of America. Yeah.
Kis Katalin, Karnagy Magyarország, Conductor Hungary. Mihalis Patsias, Karnagy Görögország, Conductor Greece. Mikael Vedar, Karnagy énekművész, Svédország, Conductor, Singer, Sweden. És a zsűri elnöke, and the president of the jury, Szabó Dénes, Karnagy Magyarország, Conductor, Hungary. A verseny szabályai szerint elsőként minden kórus ugyanazt a kötelező művet adja elő. Ez ebben a kategóriában a következő, az énekegyüttes számára. Orbán György, Salve Regina, a kamarakórusoknak pedig Ott Rezső, Vivat Crescat Floreat című műve a kötelező. According to the rules of the competition, at first the same work, the same piece must be performed by each choir. This compulsory piece in the category of vocal ensembles is Salve Regina, composed by György Orbán, and for chamber choirs is Vivat Crescat Floreat, composed by Rezső Ott. Most a kamarakórusok kategóriájában versenyzik, de majd a vegyes karok között is megméreti magát. Az Egyesült Államokból érkezett Houstoni Egyetemi Koncertkórus. Az énekkar főként egyetemistákból áll. Többen közülük rendszeresen fellépnek operaműsorokban és egyházi kórusokban is énekelnek. A tanév folyamán általában 10-12 koncertet adnak, amelyek műsora a régi zenétől a mai darabokig terjed. Karnagyuk korábban abban a körzetben tanított, ahol Amerikában az elsők között karolták fel Kodály Zoltán zenetanítási koncepcióját. The next participant competes as a chamber choir later. And now, the University of Houston Concert Choral arrived from the United States. Almost all of its members are full-time students. Many singers are also active in opera program, and many serve in local church choirs. During the school year, Chorale typically sings 10-12 performances with a repertoire from very early to recently composed music. Their conductor used to teach in a district which was one of the first in the United States to embrace the music teaching philosophy of Zoltán Kodály. Három szabadon választott művet fognak énekelni a kötelező Ott Rezső darab után. Their optionals after the compulsory Rezső Ott piece are Ben May, So Sweet, David Ashley White, In the Smokeless Air, és and Paul Mailer, Up in the Bank with Roses Set About. A kórus karnagya, the conductor, Betsy Cook Weber. Viva, 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 viva
No.
Egy kórusmű címét vette fel névként a most fellépő Szentpétervári Szerenád kórus, amely Oroszországból érkezett. 1991-ben alapították, és 96-ban hivatásos státuszt kapott. Érdekesség, hogy a város egyik híres egykori zenetanárának házát alakították át neki koncertteremmé, ami megújította a művészi alkotó munkájukat is. Többször indultak az Éneklővilág Nemzetközi Kórus Fesztiválon, amelyen első díjat és nagy díjat is nyertek már. The following ensemble took its name from a series of choir miniatures. The St. Petersburg Serenades Chamber Choir was formed in 1991 and was given professional status in 1996. In 2014, the choir moved to the mansion of one of the famous former music teacher of the city, after the building was transformed into a concert hall. Since then, the creative life of the community has been filled with events. The choir already won first prize and grand prize at the Singing World Festivals. Négy szabadon választott művel készülnek a kötelező Ott Rezső darab után. They sing four pieces after compulsory Rezső Ott piece. Mikhail Ostrzyga, Jupiter. Yuri Falik, Poesis by Igor Severyanin. Negyedik tétel. Yuri Falik, Poesis by Igor Severyanin. Hatodik tétel, movement 6. És end. Ilya Gyemucki, Three Choruses for Poems by Russian Poets. A kórus karnagya, conductor Yegor Losev.
Az énekkarokat egy hazai kórus, a debreceni Amici Cantates képviseli az elődöntőben. A mezőny legfiatalabb énekkaráról van szó, tavaly alakultak, többségében a debreceni református kollégium kántusának egykori és jelenlegi énekeseiből. Ami összeköti őket, az a közös éneklés szeretete és a kórus munka iránti elkötelezettség. Fontos céljuk, hogy a modern templomi környezetnek is minél inkább része legyen az igényes kórusének. Next choir on stage is competing as a vocal ensemble. The Amici Cantates had been established last year here in Debrecen, mainly by current and one-time members of the Reformed College of Debrecen's choir. The connecting link between them is the love of singing together and the commitment to choral singing. Performing contemporary choral pieces is a demanding way, is important to the singers because it would help them to become more fully a part of the modern liturgical practice. Műsoruk a következő szabadon választott művekből áll, a számukra kötelező Orbán György Salve Regina című darab után. Their free choice pieces after the compulsory György Orbán piece, Salve Regina, are Udvardi László, Bájoló, Ola Gyejló, Northern Lights, és and Gyöngyösi Levente, Szépen, negyedik tétel, ha én kedvesemről gondolkodom. Az énekegyüttest a két karnagyok közül a kötelező darabnál Porcsalmi Balázs, a választott műveknél pedig Rácné Nyíri Dorottya vezeti. The ensemble is led by Balázs Porcsalmi during the compulsory and Dorottya Rácné Nyíri during the other pieces.
Thank you.
Több első díjat is szereztek az elmúlt években a Riverside Főiskola kamara énekesei, akik itt Debrecenben most a kamarakórusok és majd a vegyes karok versenyében is indulnak. Az együttes a versenyek mellett rendszeresen szerepel konferenciákon, fellépéseiken pedig olyan sztárokkal dolgoztak már együtt, mint a Grammy-díjas John Secada vagy Eric Whitaker, aki zeneszerző karmesterként az internet segítségével állított össze egyszer egy kórust. The next participant of the semifinal is the Riverside City College Chamber Singers from the United States. In recent years, the choir has competed nationally and internationally and received several first prizes. They often have opportunities to perform with special guest artists, such as the Grammy Award winner John Secada or the composer and conductor Eric Whitaker, who created and conducted a worldwide virtual choir on YouTube. Három szabadon választott művet énekelnek majd a számukra kötelező Ott Rezső Vivat Crescat Floreat darab után. Their optionals after the compulsory piece Vivat Crescat Floreat by Rezső Ott are Ambrose Choppy Cantate Domino, Eric Whitaker I Carry Your Heart With Me, Budi Susanto Ioannes Gloria Patri, a kórus karnagya, the conductor John Byon. Yeah.
Hölgyeim és uraim, az elődöntő utolsó fellépője következik, mielőtt ismertetném a műsorukat. Szeretném elmondani önöknek, hogy a kategória eredményhirdetését ma este 8:30 körül tartjuk a közeli Déri téren, ahol egész este ingyenes, színes, hangulatos program lesz, többi között a résztvevő kórusok folklór bemutatójával. Mi pedig itt a nagy teremben, ma este 5 órától az egyik legizgalmasabb versenyt ígérő kategória, a vegyes karok elődöntőjével várunk mindenkit. Ladies and gentlemen, in a minute you can hear the last competitor of the category of vocal ensembles and chamber choirs. Before I introduce them, I'd like to tell you that the announcement of results of this category will be held tonight at about 8:30 p.m. on the nearby Déri Square, where there will be a colorful concert and folklore performances some of the competing choirs. Today you can join one more competition here in the Kölcsey Center. Semifinals of mixed choirs will be held at 5 in the afternoon. I also would like to invite everybody to the finals tomorrow. Ismét egy olyan énekkar következik, amely nem kis utat vállalt, hogy versenyezhessen Debrecenben. A Fülöp-szigetekről, Imus városából érkezett az Imuszi Kapella. A 2002-ben alapult együttes, a Város Miasszonyunk templomának kórusa rendszeresen énekel a helyi székesegyházban és a Szent Peregrin kápolnában. A kórus számos nemzetközi kórusversenyen vett már részt, és legalább 1 tucat első díjat szereztek. Közülük többet kortárs kórusmű legjobb tolmácsolásáért kapott az alapító karnagyuk. The next participant of the semifinal arrived from the Philippines, from the city of Imus. Formed in 2002, Imuszi Kapella is a church choir based at the Our Lady of the Pillar Parish. The choir regularly sings at the Imus Cathedral and St. Peregrine Chapel. They have competed and won first prizes in a lot of international choral competition. The founder and conductor of the choir was awarded 2 times for the best interpretation of a contemporary choral work. 2 szabadon választott művet énekelnek a kötelező után. They sing 2 pieces after compulsory piece. 3-at fognak énekelni. They sing 3 pieces. Morten Lauritsen, Ove las ilbe bízó. Randall's Troop, Conversion of Soul, és and Nilo Alcala, Dio Dio Cupita. A kórus karnagya, the conductor, Tristan Calliston Ignacio. Thank you.
Got it.
Torris manabus.